Több hete tartó kézműves foglalkozás ért a végéhez a napokban, Tótfaluban. A programban közel 35 gyermek vett részt, akik a régi, többnyire asszonyok által kézzel készült mesterségeit tanulhatták meg. Itt több generáció található meg. Pontosan hogyan tudták úgy a programot összeállítani, hogy minden gyermek megtalálja a maga kedvencét? Hát a kicsikiknek elég, hogyha a körmöcskével dolgoznak, a szövőszéken is tudnak a kicsik dolgozni, a nagyobbak azok már bizony a tűcérnát is a kezükbe veszik, és akkor vannak kézimunkázós asszonyok, és akkor megvan, hogy melyik csoport van, akkor melyik asszontanéja foglalkozik velük. Tótfalu kisközösség, itt nagy hagyománya van ezeknek a foglalkozásoknak, de mik a tapasztalatok? A környező településeken is ilyen komolyan foglalkoznak még ezekkel? Hát nem tudom, de például ide mi hozzánk, a február első péntekén indul az újabb csoport, és akkor Kanizsáról vannak jelentkezők, még Oromrú asszonyok, akik jönnek hozzánk majd. Hát lehet, hogy ott nincs ilyen szorgalmasan, hogy nem minden héten van, mert az is sokat jelent. A táborban a gyerekek fonással, hímezéssel, kosárkészítéssel ismerkedhettek meg. A záró programon is előszeretettel készítettek díszeket, táskákat, rongypokrócokat, míg az idősebbek tanácsokkal látták el őket. Rózsa nénit kérdezzük, hogy pár pillanat mit készít. Hát ilyen kerekpárnát készítünk, de mivel ilyen kerekállványunk nincsen, hát elgondoltuk, hogy a bicikli, régi bicikli kerékből kiszedjük a küllőket, és akkor ezen megpróbáljuk. Éppen úgy, mint a szövőállványon, így, hogy egy szál alul, egy szál fölül, és akkor végtére addig hajtsuk, még csak a nagyságot el nem éri, hogy mekkorára akarjuk, és akkor végtére is ilyen párnát csinálunk belőle. Mennyire nehéz ez a technika? Nem nehéz. Könnyen meg lehet, sőt, még tanulni is lehet mellette, hogy egy alul, egy fölül, egy alul, egy fölül, és akkor még matekozunk is egy kicsit. Itt látjuk, hogy a fiatalok is megpróbálták, mennyire fogékonyak az ilyen jellegű témákra? Ha segítünk, megmagyarázzuk nekik, megmutassuk, könnyen meg tudják tanulni. Milyen anyaggal dolgoznak? Van valami különleges anyag, ami erre való csak? Nincsen. A régi ruhákat, amik már kinőtt, vagy valahol el van szakadva, szétdaraboljuk, és akkor abból elkészíjük az új párnát. Az ilyen jellegű összejöveteleken nem csak a fiatalok tanulnak, hanem a felnőttek is. A következő percekben a drukkolás kezdetét mutatjuk be. Pausz papírra rá van a minta rajzolva, ki van lukgatva, és akkor, hogy kivírjuk varni, a mintát átnyomtassuk a ruhaanyagra. És akkor most éppen egy kézimunkázós asszonyunknak egy ilyen kis négysarkos kis televízió alá valót csinálunk. Milyen alapanyagokkal igyekszik ezt átnyomtatni? Hát viasz van megfőzve, ultramarinka kék festéke, megfőzzük, és akkor mikor már így kihűl, akkor bírjuk így rá dörgőni, úgy, hogy a szaktalan petróleummal csináljuk. Mennyire nehéz ezt a technikát elsajátítani? Nem nehéz, de azért én is 2 hónapig jártam tanfolyamra, hogy meg tudjam tanulni. Abban az időben ezeket még tanfolyamonként tanították? Vagy hogy ment ez öröklődött családról, anyáról, gyermekre? Amikor régebben igen. De mikor én már meggondoltam, hogy megpróbálok én is ilyen valamit csinálni, akkor már én nekem el kellett járnom Zentára, mert erre környékben már nem volt, aki ezt folytassa. És akkor én már Zentán tanultam meg. Ugye most megjelennek majd a lapon a minták, de ezt még mennyi ideig tart aztán elkészíteni? Hát attól függ, hogy milyen ügyesen, de én gondolom, hogy egy hónap alatt kibírja, mert sűrű kalocsai mintát teszünk rá. Én gondolom, hogy egy hónap alatt kibírja varni majd az assza. A tábor létrejötte pályázat által valósult meg. Szerbély kőolajipari vállalat támogatásával megindítottunk egy szép folyamatot, amely 2 részből áll. Az egyik az, amit most itt látunk, hogy minél több fiatal kapcsolódjon be a régi mesterségek, a népművészeti szokások, a zenei kultúra, a sportéletbe, nem csak a falusi fiatalok közül, hanem máshonnan is, akik érdekeltek. Ez az egyik része.
A másik része a NISZ pályázati projektumnak, a miniskanzen és arborétumnak a folytatása, hisz az fázisokban valósítjuk meg. És mondhatom azt, hogy ha nem lenne ez a folyamatos támogatása a NISZ-nek, kevésbé tudnák ilyen horderejű dolgokat csinálni. Mindazok, akiket érdekel a hagyományápolás, bármikor csatlakozhatnak a kis csapathoz.